Sziasztok, PC-gurulány nézőim, Krisz vagyok, és Csocsóval itt ülünk most, hogy a Final Fantasy... nem tudom mi a címe. Segíts ki engem gyorsan, Csocsó. Milyen Final Fantasy ez? Hát ez kérlek viccesen hangzik, ez a Lightning Returns 2. Final Fantasy 13 a világ egyik legrosszabb címe szerintem, amit ki lehetett volna találni. Nem is értem, miért cserélték itt meg. Egy borítóanyag, az biztos. Hát... igazából valami olyasmi lehetett a gondolat, hogy mivel a 13-2 cím nagyon hülyén hangzott már korábban, a 13-3 még rosszabb lenne, ezért mi lenne, hogy a Final Fantasy 13 csak egy alcímmé válna, kb. Úgy, mint a Rambo filmek esetében, ugye, ahol a második részt már Rambo First Blood Part 2 címen adták a mozik. Itt is valami ilyesmit találtak ki. Hát igen, ez olyan, hogy se Krisznek nem megy könnyen a nyelvére ez a cím, és szerintem sok más embernek sem. De hagyjuk a címen való lovaglást, mutasd be nekünk kérlek szépen a játékot. Ha jól tudom, te szereted az egész sorozatot, vártam is ezt a játékot, igaz? Igen, ez teljesen így van, én magam jelentkeztem a tesztelésére, mint ahogy annak idén a 13-2 esetében is. Én nagyon-nagyon kedveltem a Final Fantasy-ket, nem mondom, hogy minden játszottam, nem vagyok akkora ős fan, hogy most bepótoljam az első 6 részt, így nem is tudom, 16 meg 8 biten. Viszont a modernebb játékok, és én a 7. résztől számolom őket, mint ahogy nagyon sok más rajongó is, szinte mindnek tudtak fogni, persze azok, amikhez hozzáfértem, tehát a PS2 érából volt egy kettő, ami kimaradt, illetve a 10-2 az inkább nem történt meg. Viszont a Final Fantasy 13 egy megosztó játék volt, én nagyon kedveltem, sokan nagyon utálták, amiért az első 15-20 órája monoton darálásból állt. Ennek ellenére szerintem a modern részek egyik legjobbja. A 13-2 olyan volt, mintha a rajongók kedvére akartak volna tenni, visszahoztak egy csomó olyan funkciót, ami a 13-ból hiányzott, és most itt van a Lightning Returns, ami hát igazából nem is tudom, hogy pontosan kiknek készült. A koncepció valami olyasmi, hogy folytatják a már 13-2-ben megerőszakolt történetet. Most erről nagyon belemehetnék részletesen, de őszintén leszek veletek, ennél zagyvább és bugyutább történetet én még nem láttam, pedig a Final Fantasy-k azért híresek arról, hogy néha átcsapnak ebbe a kicsit nevetséges japán melodrámába. Hát itt, amit kapunk, az komolyan mondom, hogy néha vállalhatatlan. Eleve az alapszituáció olyan szinten tapossa két lábbal a Final Fantasy 13-ban tök jól megalkotott lort, hogy én nekem gyakorlatilag sikítottak az ideg végződéseim, amikor hallottam, hogy Lightningból, aki az első részben, szóval a 13-ban még egy realista katona volt, aki két lábbal állt a földön, most Isten bajnokaként tér vissza, hogy a időben összeomlott vadi új világot, amit a kozmikus káosz beolvaszt, megpróbálja megmenteni. Isten, ez komolyan, ez lehet, hogy így még talán nem is hangzik olyan szörnyű, de higgyétek. De, igen, hát akkor Krisz arckifejezése mindent elárul, ez egy nagyon-nagyon nem jó sztori. Viszont ezt még talán meg lehetne menteni a játékmenettel, aminek egyébként vannak jó pontjai. A Lightning Returns, hát a történetet már kiveséztük, legyen annyi elég, hogy egyetlen karaktert irányítunk, Lightningot. Ez azt jelenti, hogy nincsen partink. Ez a Final Fantasy hagyományokkal totális szembe menni is, amit nekem egyébként tetszett. Főleg azért, mert a harcrendszer a 13-ban nagyon jó volt, a 13-2-ben gyakorlatilag szuper, hát itt meg már tökéletes. Komolyan mondom, az egyik legkirályabb RPG-i harcrendszert kapjuk itt meg. Szinte már hiányzik is, ha más RPG-vel akarnék játszani, biztos, hogy bosszantanának azoknak a lassúsága, butaságai, néha nevetségesen nehéz megoldásai. A Lightning Returns lényeg ugyanis annyi, hogy nem, mivel nincsen parti, csak egy karakter, ezért ezt a szereplőt úgynevezett sematákkal, vagy hát ugye magyarul inkább sémákkal ruházhatjuk fel. Egy-egy séma olyan, mint a szerepjátékok szerepszavának gyakorlati értelmezése. Készíthetünk egy sémát mondjuk arra, hogy Lightning gyógyító legyen. Készíthetünk egy sémát arra, hogy tank legyen. Készíthetünk egyet, hogy mágus legyen. Készíthetünk egy War Mage-t, akármennyi. Gyakorlatilag 9 darab semata áll rendelkezésre, amit kitölthetünk, 3-at mindenképpen muszáj egyébként. És a lényeg annyi, hogy a harcok közben, amik a szokásos battle screen-es körökre osztott módon működnek, nem a karakterek között váltunk, amikor miránk jön a lépés, hanem gyakorlatilag Lightning sematái között csúszkáltatjuk az interfészt, és mindegyik sematához tartozik egy energiasáv, ami tulajdonképpen fedezi a különböző cselekvéseket, támadást, védést, mindet ezek az energias sémák határoznak meg. Nagyon ötletes dolog ez, ugyanis ha például mondjuk visszatért a stagger rendszer, tehát akik játszottak Final Fantasy-t, tudják, hogy itt arról
van szó, hogy az ellenfeleket ezekben a játékokban mindig le kell stegörölni, vagyis le kell stánolni, megbénítani, hogy egy pár percig ne tudjanak támadni, se védekezni, és akkor jóval nagyobb támadásokat lehet bevinni nekik. Szóval ez most is így van, és hát itt az a lényeg, hogy csinálunk mondjuk egy mágikus sematát, amivel besztegereljük az ellenfelet, utána pedig átváltunk mondjuk egy közelharci sematára, és jól szétzúzzuk. Ez nagyon jól működik a játékban, a harcrendszer tényleg élvezetes, ráadásul őszinte leszek, én nem tudtam olyan mélységekig elmenni benne, mint amilyeneket az interneten lehet látni. Komolyan nézzétek meg csak azért különböző gameplayeket, hogy lássátok, hogy mennyi mindent lehet ebben a játékban összehozni. Mert olyan sokféle variáció van. Ráadásul a sémákban nem csak skilleket pakolgathatunk, hanem rakhatunk például Lightning-nak ruhákat, ékszereket, különböző kiegészítőket, fegyvereket, pajzsokat. Nagyon sokféle van ezekből, és DLC-ben még egy rakás jön majd a későbbiekben. Úgyhogy elmondható, hogy nagyon-nagyon jól felépített karakterfejlődéssel van dolgunk. Ellenben vannak olyan pontok, amiket mondjuk nem igazán értek, hogy miért kellett megbuherálni, ilyen már maga a karakternek a szintra szint lépései, amik eltűntek. Képzeljétek el egy olyan szerepjátékot, ahol nincsenek szintek, Lightning gyakorlatilag a legmagasabb szinten van a játék elejétől, és nekünk csak annyi a dolgunk, hogy az ő statisztikáit, ami kimerül a HP-ban meg a manában, feltornásszuk minél nagyobbra. Ezeket úgy tudjuk megtenni, hogy küldetéseket teljesítünk, és a küldetésekért nem csak pénzt kapunk, hanem mondjuk azt mondja, hogy hát plusz 30 HP, plusz 4 mana. És akkor ezek ott maradnak az energiasávokban, ott maradnak a folyamatosan a hadon, látjuk, hogy Lightning erősödött. A dologgal annyi a probléma, hogy nagyon ráerőszakolja a játékost, hogy folyamatosan a questekkel foglalkozzon, gyakorlatilag a farmolásnak, ami tudom, hogy sokan nem szeretik a JRPG-ekben, de a Final Fantasy-ben hagyománya van, itt már gyakorlatilag nincs értelme, ha csak nem valami itemet szeretnénk kiüttetni a szörnyekből. Illetve valamit még ki tudunk ütni belőlük, ezek pedig a képességek. Bizony a képességeket sem fogjuk csak úgy kioldogatni, hiszen nincsenek tapasztalati pontok. Nem, a képességeket vagy vesszük boltban, vagy kapjuk a sztoriban, vagy kapjuk a szörnyektől, nagy ritkán van, hogy dobnak egyet. Ezek pedig szintén különböző erősségűek lehetnek, tehát lehet mondjuk kettes erősség ütésünk, hármas erősség védekezésünk, és így tovább. Kicsit bonyolultan hangzik ez így, és megmondom őszintén, hogy a játékban fura is, de nagyon hamar beleszokunk, és onnantól kezdve igazán élvezetes játszani a Lightning Returns-el. Kapunk 4 igen nagy területet, amit bejárhatunk, ebből 2 igen eltérő városról van szó, kapunk egy erdős területet, ez a Wildlands, személyesen a kedvencem, illetve van egy másik, a Dead Dunes, ami egy ilyen sivatagos terület, hát az már igazából tényleg, ha valaki nagyon akarna valamiért farmolni, akkor van értelme, ott erős szörnyek vannak, de egyébként nem igazán favorizálható. A lényeg annyi, hogy a sztoriban mind a 4-et át kell járnunk, és mi döntjük el, hogy a 4-ből éppen melyiknek a főszálját kezdjük el. Persze a befejezés mindig ugyanabba az irányba fog haladni, tehát nem igazán tudunk ezen módosítani, de azért van a játékmenetnek némi szabadsága. Legalábbis abban az esetben, ha el tudunk vonatkoztatni a felől, hogy elfogy az időnk. És ezt vegyétek a szószoros értelmében, a játékban először 6 óránk van, aztán ha elég ügyesen játszunk, ez kinő 13-ra. Ennyi van ahhoz, hogy befejezzük a sztorit. Ez nagyon-nagyon kevésnek hangzik, és valójában szerencsére nem ez a helyzet, mert amennyiben lejár az időnk, vagyis elfogy Lightning világmegmentésre szánt 13 napja, akkor a játék véget ér, és Lightning az első napon kezdi előre az első napos questeket, hót előről indul a játék, viszont a már meglévő statisztikái maradnak, tehát ugyanolyan bazi erős lesz, mint aminek felhúztuk korábban. Ráadásul néha meg lehet állítani az időt, lehet mahinálni speciális képességekkel, így állítólag 50 órára ki lehet húzni egy végigjátszást, anélkül, hogy újra kezdenénk. Őszinte leszek, ezt nekem nem sikerült, de biztos vagyok benne, hogy működő dolog. Ugyanakkor ez a koncepció szerintem megüli picit a játékot. A Final Fantasy-ben mindig nagy élmény volt a felfedezés, itt csak úgy fedezhetünk fel, ha vállaljuk annak a kockázatát, hogy újra végigmegyünk ugyanazokon a monoton és unalmas küldetéseken. Tényleg mindegyik olyan, mintha valami gagyi MMORPG küldetése lennek. Menj ide, farmolj le annyi szörnyet, menj oda, hozd el ezt a cuccot, vedd meg azt a holmit. Semmi eredetiség nincsen bennük, ami a régi FF-ekben úgy nem volt zavaró, mert ott ezeket nem erőszakolták annyira. Meg kellett csinálni a questet, de általában a küldetés inkább arról szólt, hogy eljussunk egy olyan pontra és legyőzzünk egy olyan ellenfelet, ami aktivált egy látványos videót, előrelőtte a sztorit. Mindig ez volt a Final Fantasy igazi kulcsmomentuma. Itt ez nem működik. Úgy gondolom egyébként, hogy a Final Fantasy 13 szériának lezárásként a Lightning Returns egy nagyon rossz választás volt. Ez a játék önmagában jó lehetne, viszont nem tudom, hogy kinek ajánljam, ugyanis azok, akik azt várják, hogy most fú, de epikusan bezárul a sztori, hát összinteszek srácok, ti nagyot fogtok benne csalódni. A történetet én követtem végig, és mégis azon kaptam magam, hogy órákon át olvasgattam a lexikont, hogy végre összerakjam, hogy mi a franc is történik itt körülött. Miért lett az általam kedvelt karakterekből ilyen kitorzult idióta? Miért vagyunk egy olyan környéken, aminek semmi köze a korábbi Final Fantasy helyszínekhez?
Szóval ezekre kapunk magyarázatot, ha ennél érdünk a játékban, de én szerintem nagyon összetett volt ez a fajta történet. Nem volt jó ez az idő manipulációs dolog. Hasonlót láttunk az Ocarina of Time-ban, ott tök jól megoldották annó, itt nem sikerült. Egyébként a játékra 70%-ot adtam a magazinban. Úgy gondolom, hogy ez egy idézőjelesen jó osztályzat, és ezt azért érdemelte ki a játék, mert maga a játékmenet jó. Élvezzük azt, hogy harcolunk, élvezzük azt, hogy Lightningot átalakítgathatjuk, tök jóféle cuccok vannak. Az időugrálást, hogy mondjam, megszokjuk, nem azt mondom, hogy szeretni fogjuk, lenyeljük. Igaz, hogy monotonok lesznek a küldetések, nem baj, lenyeljük. Viszont a Final Fantasy régen nem arról volt szó, hogy jó játékok jönnek belőle, hanem hogy kiemelkedően Isten király játékok jönnek belőle. És sajnos ez már jó ideje nem így van, úgyhogy ha a Square Enix a 15-re nem szedi össze magát és ad ki egy tényleg minden fronton next gen folytatást, akkor nem tudom, mi lesz ez a sorozat.